Katasztrófa felé megyünk. 2. Én csak pontokba válaszolok, azt, ha van kérdés, szívesen. Én nagyon szerettem egy német négycsillagos tábornokot, általában német tábornokok rendkívül fölkészültek, őt úgy hívják, hogy Kuját, én találkoztam vele. A Kuját, aki a NATO európai főparancsnoka volt, azt mondta, hogy értsék meg, egy atomhatalom ellen nem lehet háborút viselni. 3. Megyünk befelé az eszkalációba. Egyszerűen kikerestem műsorba Tamás, hogy egy Kahn nevű amerikai prof 1965-ben írt egy könyvet eszkaláció címmel. Az egyes pont, amikor csodálatos a helyzet, 44-es, ha jól emlékszem, a totális világháború. Hát én nem merem megmondani, hogy ebben a folyamatban hol tartunk, nem állunk jól. De szörnyű árat fizet Európa azért, a Zelenszkij pedig követel. Én tegnap este olvastam, hogy most kér 1300 harckocsit, hogy tudjon támadni. Bocs, 1300 harckocsival ő Európa legnagyobb fegyveres ereje lenne. Mit mondott most a Podolyáka elnökhivatal vezetője pár napja? Ha véget ér a háború, mi leszünk Európa legerősebb hadserege? Bocsi, fordítsuk magyarra. Mit jelent ez? Nem akarom lefordítani. Kiket fog veszélyeztetni Ukrajna? Bielorusz első körbe is utána? Kezdődik a Top 7, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és hát egy nagyszerű új kiadvány van a kezemben, az a címe, hogy orosz-ukrán háború a színfalak mögött, a szerzője pedig nem más, mint Király Tamás, a Hit Rádió felelős szerkesztője, és hát közreműködik Beni Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a Hit Rádió stúdiójában az elkövetőket. Szia, jó napot kívánok! Sziasztok! Fú, nehéz lesz ez az interjú, mert odafele tegeződöm, a másik oldalra magázódom, úgyhogy előre is elnézést, ha hibát vétek, de igyekszem. Magázhat engem is. És tegezhetsz. Megpróbáljuk. És tegezhetsz engem is. Akkor tudjátok, mit szerepcsere. Jó, de nehéz lesz ez. Na hát az első kérdésem a tanár úrhoz szólna. Emlékszik-e arra a pillanatra, amikor először találkozott Király Tamással? Persze, fölhívott évekkel ezelőtt, hogy adjak egy interjút. Rengeteg interjút adtam, én ma reggel jöttem egy tévéből, innen megyek tovább, hétfőn eddig 3 szereplésem van, és gondolkodtam, és megadtam is. Ami engem meglepett, hogy végre valaki, aki fiatal, baromi tehetséges, fölkészült, tehát öröm volt vele, és így kezdődött a kapcsolatunk. Soha egyetlen interjút nem beszéltünk meg előre, hogy most önnel se. Nagyon-nagyon jó vele interjút csinálni, tehát ténylegesen az ember, ami benne van, kihozhatja, plusz az ő interjúiban van idő. Ezzel rádió és tévéműsorokban kevésbé ritka, van igen. Meg. Én nagyon örök, hogy találkoztunk. Na látod, Tamás, te vagy a király. Véletlenül. És neked a te oldalad hogy volt? Mikor és miért gondoltál, Nógrádi? Én előbb találkoztam a tanár úrral, mint amire ő emlékszik. Amikor itt látszik, hogy öregészennél is vagyok. Nem, már nem maradtam meg az emlékezetére. Amikor a Megyei Napi Lap újságírója voltam, akkor én tudósítottam egy rendezvényéről. Szombathelyen? Sárváron volt a rendezvény. Uh-huh. A teremre szerintem emlékszel. Csodálatos, szép volt. Mondtad, Sárvár nagyon szép, nemrég voltam ott. Na, és van egy gyönyörű kastély, vár. Nádasdi vár. Hú, ez nagyon ciki, hogy kastélynak nevezem, a várat, ahol az esküvőm volt egyébként, és annak van egy gyönyörű díszterme, az esküvőm egyébként nem a díszteremben volt, viszont a tanár úr előadása, igen, és mi ott találkoztunk először, ami egyébként neked egy nehéz időszak volt az életedben, mert előtte pár héttel jelent meg egy ilyen nagyon méltatlan lejárató cikk róla, és 4 kérdést tettem fel neki, ebből 2 a biztonságpolitikával kapcsolatos, a harmadik az volt, hogy szereti a Nógrádi Ropit, és a negyedik pedig az, hogy mit szól a rágalmakhoz. És nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen jókedélyű interjú volt, de azért az utolsó kérdésnél elmondta, hogy azért, tehát hogy ott váltott, és ilyen nagyon komoly lett, és elmondta, hogy mennyire méltatlan, mennyire megviselte egészségügyileg is, és én már akkor azon gondolkodtam, hogy mennyire méltatlan az, hogy egy embert így meghurcolnak politikai okok miatt, és nem szakmai okok miatt. Igen, igen. Hát ez szerintem ez az a része, amit gondolom nem lehet megszokni egy életen át, és sajnos azt látjuk, hogy aki sikeres, aki csinál valamit, majd az ultrahang kapcsán erről is fogunk beszélgetni, azért az nem ússza meg a rágalmakat, meg a rossz indulatú támadásokat. Szóval meg lehet ezt szokni? Nem. A válaszom az, hogy ha ma már támadnak, 10-ből 9-2-t nyelek. A sokkal jobban izgat, ha nejemet támadják. És múltkor megjelent az egyik labba, egy nagyon csúnya cikk róla. Mielőtt megjelent a lapba, fölhívtam a főszerkesztőt, hogy figyelj, de az jelent meg, hogy külföldön a magyar állam fizeti az útját, a kiállítást, minden, figyelj, mindent én fizete. Jaj, de jó, hogy mondtam, hogy másnap megjelent, hogy a magyar állam fizeti az útját.
Mindent én fizettem, na most ez baromi bántó, én azóta ezzel a főszerkesztővel nem állok szóba, de ez a lényege nem változtat. Tudomásul kell venni, hogy van-e esély a sárga irítségfaktor, és ez működik, pont. Igen, ezt szerintem valamennyien megtapasztalhattuk, de menjünk is tovább, mert itt van ez a nagyszerű könyv a kezünkben. Na, hogy jött az ötlet, Tamás? Hát nagyon jól ráéreztetek nyilván a mostani hangulatra, illetve az igényekre, de azért gondolom, ezt nem tegnap találtad ki, ugye egy ilyen könyvvel előrukkolj. Mivel mi ugye dolgozunk is együtt, ezért meg itt ül a vezérlőben pármunkatársam, azért legtöbben tudjátok, hogy elég spontán módon működök, és sok esetben van az, hogy egyik nap még nem tudjuk, hogy mit csinálunk másik nap. Engem régóta biztattak arra, hogy írjam meg az orosz-ukrán háborúnak a történetét, illetve az ultrahangos műsorokat dolgozzuk fel. Aztán mindig óckodtam tőle, mert tudtam, hogy az munka. Én előtte a rádiózás előtt én 10 évig újságíró voltam, napi szinten írtam rengeteget. Amikor elkezdtem rádiózni, annyira nagy boldogság volt, hogy nem kell írni. És évente néhány cikket írtam a hetekbe, és azzal úgy bőven kimerítettem az írás iránti igényeimet. És aztán van egy kedves barátom, aki azt mondta, hogy figyelj, a műsoraidat 10 év múlva úgyse fogja senki hallgatni, amiket most csinálsz. És lesznek gyerekeid, lesznek unokáid, és ha azoknak el akarod mesélni, hogy mi zajlott 2022-ben háborús fronton, akkor ha a kezükbe adsz egy könyvet, akkor az sokkal érthetőbb lesz. Maradandó. A szó elszáll, az írás megmarad. És akkor elkezdett bennem valami motoszkolni, hogy végül is igaza van. Ez október első hetében volt, és felhívtam a Free Spirit kiadónak az ügyvezetőjét, hogy hát lenne egy ilyen, mit szólna hozzá. Ő nagyon lelkes volt, Kauzál Mártonnak hívják, és végig tényleg nagyon minden szakmai segítséget megadtak, és egy nagyon profi kiadvány született, most nem az írás részére, hanem a külcsínyre. Nem rossz meg az írás, de így az első 50 oldalból részére kiindulva egész jó, egész olvasható. Szóval kérdeztem a Marcit, hogy, hát, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy karácsonyig megjelenjen a könyv. Azt is tudtam, hogy azért karácsonyig akkor van értelme, ha karácsonyig oda tudjuk adni az embereknek. És azt mondta, hogy hát, akkor meg kéne írni 2 héten belül. És akkor éppen egyébként egy edzőterem bejáratánál álltam, és az edzőteremből pedig angol órára mentem. Én most ilyen intenzív angol nyelvtanfolyamban is benne vagyok, hogy magabiztosabban tudjak angolul interjúkat készíteni, és így pörgött a fejemben, hogy igen, hát akkor írni kéne, hát ez csak éjszaka működik. És akkor az volt, hogy nappal ugye munka és a család és a minden, és éjszaka pedig gyakorlatilag másfél hét alatt megírtam ezt a könyvet. Nagyon feszített tempóban. Én írtam, és viszont itt meg kell említeni azt, hogy Longauer András kollégám írta a háborúnak, vannak ilyen esemény összefoglalói, igen, azokat az Andris gyűjtötte össze, és Rehák Rimaszombati Andrea pedig olvasó szerkesztette a könyvet, tehát hogy amit én megírtam, azt az Andi is átolvasta. Egyébként azt mondta, hogy nagyon keveset kellett benne javítani, de hogy ő pedig még fogyaszthatóbbá tette, illetve van egy fejezet, aminek a szerkesztésében pedig dr. Nagy Teodóra működött közre. És mivel nagyon szorított a határidő, ezért például úgy tudtuk a korrektúrát megoldani, hogy nekem az anyósom magyar tanár, és akkor az anyósom volt a korrektor. Tehát egy ilyen egészen családi vállalkozás, mert a sógorunk készítette a borítónak a fotóját. Uh-huh. Nagyon jó fotó lett. De tényleg minden, tehát hogy az volt, hogy gyakorlatilag amikor megbeszéltük a Marcival, hogy akkor vágjunk bele, akkor mondtam a csapatnak, hogy akkor most éjszaka a könyvet fogunk írni, én itt közben kiborítom a vizet. Hát nem baj, legalább a növények kapnak egy kis vizet. És onnantól kezdve másfél héten belül ez elkészült, utána még jöttek a javítások, és akkor utána mondtam, meg már a feleségemtől kaptam egy ilyen nyaralást ajándékba, és az utolsó simításokat, azokat Marokkóban végeztük el, úgyhogy amíg éjszaka a feleségem, meg a családom, akikkel mentünk, aludtak, addig én így javítgattam a könyvet, és nagyon emlékszem, hogy amikor ki kellett mondani azt a pontot, hogy rendben van a könyv, és mehet a nyomdába, akkor vidéken jártunk, ilyen birkacsordák haladtak épp át az úton, és én pedig a hátsó ülésen egy laptopon okéztem le, hogy akkor... Ott Marokkóban? Igen, hogy akkor mehet a nyomdába. Elképesztő. És milyen érzés? Mert úgy tudom, neked ez az első könyved, gondolom, nagy büszkeséggel tölt el, hogy akkor ez most így kész van. Jó vastag lett. Mármint, hogy nem gondoltam, hogy ilyen vastag. Nagyon jó érzés volt kézben tartani, meg szerintem szép a könyv, és ifjabb Balogh Ferenc tervezte a borítóját egyébként.
amikor még nem láttam, akkor is valami hasonló volt a lelki szemeim előtt, de lehet, hogy még ahhoz képest is jobb lett, mint amit elképzeltem így kinézetre. A betartalmat megdöntsék el az olvasó. Igen, azon vagyunk. És Nógrádi tanár úr, hogyan közreműködik a könyvben, mi a szerepe? Minden, amit ő kér, és ő mond, boldogan. Még egyszer, fiatal, tehetséges, nagy jövő áll előtte. Szóval én nagyon örülök, hogy jön egy olyan generáció, amelyik le fog pipálni minket, és ez az élet normális része. Persze, hogy ők a jobbak. Hát én 73 éves vagyok, ő kevesebb, mint a fele. Tehát én nagyon szépen köszönöm, hogy közreműködhettem, nagyon sokat beszélgettünk. Nagyon jó érzés. Én nekem idén megjelent 4 könyvem, de ez egy teljesen más. Szóval ebből megint sikerkönyv lesz, tehát ez élet első könyve és sikerkönyv lesz. Én örülök, hogy a Libri listáján Tamás mondta már első helyen áll. Szóval ezek gyönyörű dolgok, és ezek ösztönzést adnak arra, hogy csinálja tovább, írjon újabb könyveket. Elnézést, a jövő az övé. De hát gondolom, sokat köszönhetsz a tanár úrnak is, mert egyfajta mentorodként is tekintesz már rá. Én nagyon-nagyon sokat köszönök a tanár úrnak akkor ezúton is, bár azért szerintem egyikünk sem az a nagyon lelkizős típus, nem? Tehát, hogy mi inkább viccelődni szoktunk egymással, mint lírázni. Egy mondat. Állandóan közli, hogy jönnek a levelek, hogy én Bakondi vagyok és Drábik. Jó, ezt lenyeltem. Nagyváradon kijövök éjjel egy partiból, szakadó esőbe, odarolom hozzám egy fiatal pár, nejemmel voltam, de örülünk, hogy látjuk, Drábik úr. De most a Király Tamást elteszem hátalól. Én így szoktam szólítani, hogy jó napot kívánok, Bakondi úr, mert rendszeresen jönnek, ugye hallgatók kérdezhetnek, tisztelt Bakondi úr, meg tisztelt Drábik úr, és ugye ezt neki címzik, úgyhogy van, amikor így az utcán, hogy jó napot kívánok, ön a Drábik János. Igen. Akkor... Nagyon kedves. Tehát akkor nem lelkiztek egymással, de gondolom nagyon kiegyensúlyozott, nagyon jó a kapcsolat. Nagyon jó a tanárúrral dolgozni. Szóval az, amikor őt időnként kritizálják, akkor én el is szoktam mondani, hogy ha valakinek ekkora munkabírása van, akkor már azért megérdemli a tiszteletet, hogy ilyen precízen tud dolgozni. Másfél éve gyakorlatilag hetente kétszer van műsorunk, soha egyetlen felvételünk sem maradt el. Hogyha megbeszéljük 3 héttel ezelőtt, hogy péntek 9 óra, akkor az péntek 9 óra, a tanár úr esetében nem a késés, hanem az előbb érkezés ezt szokott lenni. Ezt mi is tapasztalhattuk. Ha megbeszéljük, nálad hogy... még ezen a téren, hogy mondjam, van még tanulni van. A tanár úrtól. Igen, de tehát, hogyha nálunk van, hogyha megbeszéljük, hogy 9 óra, akkor abból 4-8 lesz, de ezt már így hozzá, tehát, hogy tudjuk, hogy egy más időszámítás van, és viszont tényleg mindig felkészül, mindig nagyon összeszedett, és lehet rá számítani. Tehát én meg azért tisztelem az ő generációt, mert szerintem sokkal fegyelmezettebben mennek ezek a dolgok. És egyébként szerintem egy izgalmas kísérlet is az, hogy a mi generációnk így összedolgozik. Ugye mi most több közönségtalálkozón vagyunk. Igen. Túl. Ezt is akkor... akartam kérdezni, hogy ezt számoltad, hogy hány volt ebben az évben? Nem, de 15 fölött. 15 fölött. És minden esetben jókat kérdezett, és ez megint fontos. Szóval én most nem akarom tudom, hogy ez egy élőadás. Én annyi szerencsétlennel szerepeltem, és mindig bennem van az, hogy ha kijavítom, szemét vagyok. Ha nem javítom ki, akkor azt hiszik, hogy én is olyan vagyok, mint ő. Soha ilyen problémánk nem volt. Én nem akarom megnevezni, nagyon nagy nevű riporterek kérdeztek akkora baromságokat. Soha. Fölkészült, korrekt, egy megjegyzés. Én ma reggel kezdtem a tévébe. Én úgy mentem el, hogy tegnap este, amikor hazaértem, 9 óra után másfél órát tanultam. Holott egy rövid orosz-ukrán interjú volt. Ma reggel fölkértem, 5 órakor, 17:30-kor megnéztem a német hírösszefoglalót, és egy órát tanultam. Nem lehet máshogy. Ez a lifelong learning. Persze. Igen. Csak egy mondat, hogy ugye ezen a közönség találkozó turnén, ugye mi a 30-as generáció vagyunk, de a 20-as generációt is vittük magunkkal, és nagyon izgalmas például azt látni, ahogy Kázsmér Bence barátunk, aki ilyenkor sofőr, szervező, meg minden egyben, és a tanár úr hogyan kommunikálnak egymással, hogyan nézik közösen a meccset, és tényleg szerintem egy nagyon, tehát hogy mi is tanulunk nagyon sokat tőled, meg talán mi is, tehát hogy... Inspiráljátok. Kölcsönös, persze. És korrekt, és nekem az a fura, hogy alig lát
látok korrekt, értelmes embert. Korrektet látok, de jelentős részük nem értelmes is. Nagyon sok értelmest látok, aki nem korrekt. Most itt a kettő találkozik, és ez ritka. Igen. És ha már a közönség találkozóknál tartunk, úgy tudom, hogy most vasárnap is lesz egy könyvbemutató rendezvényetek, VB meccs döntő nézéssel egybekötve. Na most ez így hogy? Hát úgy, hogy megszerveztük a könyvbemutatót, és aztán elfelejtettük, hogy VB döntő van. Tényleg? Igen. Elfelejtettétek? Hát el, és a kommentelők emlékeztetek, hogy mi nagyon szívesen mennénk a könyvbemutatóra, de hát VB döntő van. Azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon intenzív napok vannak mögöttünk, rendezvények, könyv, műsorok, minden, és hogy egyszerűen valahogy így a naptárban ez így nem volt odaírva piros betűs ünnepként, és aztán arra jutottunk, hogy akkor csináljuk úgy, hogy már lehet jönni VB-t nézni is, már aki akar, tehát nem kötelező, tehát hogy akik csak a könyvbemutatóra akarnak jönni, nyugodtan jöhetnek csak a könyvbemutatóra, de ugye ez a 13. kerületben lesz a Levezze Butik Coffee-nak a bemutató termében, majd a videó leírásába berakjuk a részleteket, és akkor lehet jönni négytől meccset nézni, utána pedig könyvbemutató lesz. És ott ez lesz melyik a része a 13. kerületnek? Ez Újlipótváros vagy Angyalföld? Ez a Dózsa György és a Váci útnak a sarka, egy nagy irodaház, egy nagyon szép hely, és ez egy ilyen kávézónak, tehát egy kávés cégnek a bemutató terme. Ők hívtak meg minket magukhoz. Ez egy nagyon szép környezet, és jó hangulat lesz, ott lesz a tanár úr is, Longauer András, Nagy Imre Jonatán és Rehák Rima Szombati Andrea. A fél stáb, fél Hit Rádió stáb. Nézi a meccseket? Minden meccset eddig néztem. Milyen szemmel? Biztonságpolitikai szakértői szemmel, vagy foci drukkár szemével? Hát egyszerűen élvezem. Én a Városliget szélén nőttem föl, ahol a játék a foci volt, tehát ezt nem lehet elfelejteni. Egy rádió fölhívott és megkérdezte, hogy kinek drukkolok. Hát mondom, én mindig a németeknek, tehát nagy problémám nincs, de hát ők a elején kiestek sajnos. Sajnálta? Nagyon. Én nagyon szeretem őket, én több mint 1000-szer voltam kint előadni. Én látom azt, hogy milyen volt Németország, és sajnos milyen lett. Hát a elődöntőkben én nagyon csúnya, amit mondok, nagyon izgultam Marokkóért, kiesett. Meglátjuk a döntőt, kíváncsiak a harmadik helyezett meccsre, a horvát marokkóira, bármelyik nyer óriási siker lesz neki, és hát várjuk a döntőt. Elárulja, kinek drukkol? Nekem teljesen mindegy, hogy Argentina jön ebbe, vagy a franciák. Nagyon nehéz. A argentin csapatot a Messi tartja össze, a franciáknál rengeteg sztár van. Meglátjuk, ez egy kétesélyes meccs. Nekem az is érdekes volt, hogy 11-es párbajokból ki, mikor, hogy jött ki. Érdekes volt, hogy a brazilok kiestek. Én egyszerűen szeretem a focit. Meg jó volt ez a VB, nem olyan különleges hangulata nekem is volt. Nekem egy volt fura, hogy a Katart mennyire gyilkolták. Na most lehet, hogy minden úgy van, ahogy mondják, de akkor nem kell odaadni a rendezés jogát. Ha már odaadtam, akkor viszont nem kell velük szórakozni. Én voltam Katarban, Perzsa-Arabből országait bejártam. Nem az emberjog a fő kérdés, egy teljesen más történelmi múlt van, más a helyzet. Még egyszer, ha odaadták, akkor nem kell most az, hogy mekkora korrupció van, én nem tudom, hogy volt olyan nagy sportesemény, ahol nem volt korrupció. Tehát meg ezek... hol nincs korrupció? Most csak a hét eseményeire, hát ha gondolok. Ukrajnában Zelenszkij bejelentette, hogy nincs korrupció. Ugye a világ egyetlen állama. Én döbbenten néztem, én nem így tudom, de hát valószínűleg két Ukrajna van, egyről tud a Zelenszkij és a von der Leyen, a másikról én, tehát azért egy nehéz dolog. Igen. És te hogy állsz a meccsekkel? Én láttam egy mérkőzést. Na már egyen túl vagy. Nagyváradon megnéztünk egy meccset, ami azért volt jó, mert akkor még 0-0 volt az eredmény, és akkor a tanárulat hívta egy barátja. Kik játszottak? Na már arra sem emlékszik. Jó, de igen. Az argentinok játszottak, nem? Igen. És az volt, hogy a tanárulat hívta egy barátja, és mondta neki, hogy én itt egy órával több van nálunk, te is nézed a meccset, mert itt 2-0. És mondta, hogy nem, itt még csak 0-0, és aztán tényleg rúgtak két gólt, az már utána volt, úgyhogy semmit nem értett a vonal másik végén lévő, hogy itt most mi történhetett. De 2-1 lett talán a meccs vége. Hát most ebből sem mondom meg, hogy melyik meccs lehetett az, na mindegy, de akkor a döntőt azt muszáj lesz nézed, igen, a közönség, igen, találkozó. Amúgy, szóval az van, hogy nyomokban látok a meccsből részleteket. Most például volt a horvát meccs, amit itt néztek a többiek, én meg itt volt valami horvát meccs, volt, igen. Volt a héten, amikor kiestek a horvátok. Az argentin horvát. Igen, meccs. Igen. Na, igen. És akkor az volt, hogy ott nézték, én itt voltam, és akkor időnként, amikor góluk voltak, akkor átfutottam megnézni. Na, de visszatérve akkor a könyvhöz, mi volt a koncepció? A
koncepció az volt, hogy fogyasztható legyen, és szerintem akik esetleg attól óckodnak, hogy ők nem követik napi szinten az eseményeket, szerintem ők is egy jó élményt kaphatnak, mert nem csak egy ilyen száraz történelem óra van ebben, hanem sok apró színes sztorit írok le az ultrahangból, a saját életemből, ez egy a vendégekről, ez egy tudatos koncepció. Mert azért azt akkor mondjuk el, hogy itt több vendég is szerepel. Nyilván a fő vendég mondhatjuk, hogy Nógrádi tanár úr. Hát ugye az Ultrahang csatornáján is ő volt az első vendég, vele van a legtöbb műsorunk, illetve talán tőle idézek a legtöbbet, de azért ebben a könyvben, ugye pont a te szavaiddal élve, hogy az ország legjobb biztonságpolitikai szakértői egyetemi tanárai gondolkodóinak a mondatai, nyilatkozatai kapnak szerepet. És egyébként nagyon hálás vagyok nekik, mindenkivel egyeztettük, és nagyon örültek, és segítették a munkánkat, tehát velük is nagyon gördülékeny volt az együttműködés. Tehát naplószerűen 2020. januárjától indultok a Covid-tól, igen, és eljutunk egyébként 2022. októberig, és akkor minden hónapban megnézzük, hogy mik voltak a fő világpolitikai események, amik összefügghetnek az orosz-ukrán háborúval. Vannak benne színes történetek, és vannak benne nyilatkozatok is. Uh-huh. És a cél az mi, hogy egy átfogó képet adjál, hogy lássuk, hogy honnan, hova jutottunk, vagy mi ugye a cél? Az az érdekes, hogy mi, akik napi szinten elemezzük, hogy most a harctéren éppen mi történik, talán amikor túl kezelről nézzük, akkor beleeshetünk abba a hibába, hogy a nagyobb összefüggéseket kevésbé vizsgáljuk, mert hogy napi szinten hírfogyasztók vagyunk. És nagyon izgalmas kísérlet volt nekem ez, hogy így hátrébb lépni kettőt, és megnézni, hogy így az egész hogy alakul. Uh-huh. Igazából a szemünk előtt bontakozott ki a történet, miközben nem akartuk elhinni, hogy ez tényleg megtörténhet velünk, mert logikátlannak tűnt, hogy bárki meglépi, de valójában meg ezek a feszültségek, ahogy azt a könyv szerintem elég jól összefoglalja, benne voltak a levegőben. Nehéz látni a lényeges összefüggéseket, vagy hogyan lehet meglátni a történések mögött? Én reggeltől estig ezt olvasom, én imádom, én mindig elmondom, hogy napi 2 órát tanulok. Ha egyszer kihagyom, akkor van egy luk. A másik, hát persze, hogy nehéz látni az összefüggéseket, hát az európai hírszerzések azt jelentették, hogy nem lesz háború, ezért a hírszerző főnökök nagy részét kirúgták. Itt, amíg vártam, hogy kezdjük a műsort, olvastam a bejövő híreket, egy részéig jutottam el is. Volt egy baromi érdekes mondat, Erdogan, török államfő, azt javasolta Putyinnak, Putyin elfogadta, hogy üljenek le hármasba, Putyin, ő és a Assad szíriai államfő, de úgy készítsék elő az utat, hogy először találkozik a 3 hírszerző főnök, utána 3 védelmi miniszter, utána 3 külügyminiszter, és utána ők. És ez tökéletes. Erdogánra rengeteg rosszat lehet mondani, de ezt nagyon jól látta. Tehát a hírszerzéseknél vannak a kulcsinformációk, stb. Ezt a háborút, a háború előtt 24 órával az európai hírszerzések zöme nem látta. A hírszerző főnökök zömét kirúgták, holott egész életét ott töltötte, de egy kulcskérdésbe tévedett. Ezek nagyon nehéz kérdések. Igen, biztos nagyon nehéz lehet egy biztonságpolitikai szakértő sorsa, pláne ezekben az időkben, mert ugye állandóan ostromolják a kérdésekkel, hogy mondja meg, hogy... Én boldog vagyok. Élvezi? Hát, imádom. Egy, utcán leszólítanak, 2. Taxisofőr, 1 tévé van, ahol taxival járok, mert kocsival lehet nagyon nehéz bemenni, akkor a dugó. Állandó azt mondják, láttuk az ultrahangban. Nem azt mondják, hogy a tévében láttuk, az ultrahangban, és ez egy nagyon jó dolog. Én nagyon élvezem, és válaszom azt, hogy hála jó Istennek, egészséges vagyok, 73 éves vagyok, tudok dolgozni, amíg bírom, addig csinálom, de lassan vissza kell fogni magát az embernek, mert az évek mennek. Hát meg pont ezt akartam kérdezni, hogy ezt a sok megkeresést, interjút, ezt így hogy lehet bírni Cérnával? Úgyhogy reggel, most, amíg itt vártam, fölhívtak arra, hogy hétfő reggel ez lesz a harmadik programom, egy újságkért, hogy menjek be, adjak egy interjút, boldogan. Én nagyon szívesen csinálom, élvezem. Uh-huh. És így a nyilatkozatainál mi a koncepció? Tehát, hogy elmondom az igazat. Azt, ahogy én látom, tévedhetek, minden uh-huh. ember tévedhet. Soha életemben ember nem akart befolyásolni. 72-ben végeztem, rá 1-2 évre kezdtem szerepelni. Soha senki nem akart befolyásolni, és én nagyon-nagyon örülök. Ténylegesen mondom azt, amit gondolok, még egyszer a tévedés joga mindenkit megillet, engem is, de hát
Én ma reggel is másfél-két órát tanultam, és most hazamegyek, és írom a következő könyvem, és tanulok, és élvezem. Uh-huh. Olyan van, hogy a fejéhez vetik, hogy na, ezt vagy azt rosszul mondta? És azt nem, hanem hogy miért így mondom. Azt igen. Tehát most azt kaptam meg, hogy miért vagyok elfogult az oroszok irányába. Én nem vagyok elfogult az oroszok irányába, ezt a ukrán vezetést nem lehet szeretni. Ez az ukrán vezetés, amit csinál, az a józan ésszel szemben áll. Elnézést, állandóan tele vagyunk azzal, hogy Ukrajnát támogatjuk. Igen, kik? Két észak-amerikai ország és a nyugat-európai országok zöme, de az úgynevezett harmadik világ nem támogatja. Tehát a világ döntő része ebben a konfliktusban nem Ukrajna mellett áll. Tegnap volt az Európai Unió ASEAN csúcs találkozó. Nem volt hajlandó az ASEAN küldöttség aláírni, hogy elítéli Oroszországot. Az Afrikai Unió nem hajlandó. A muszulmán 47 ország nem hajlandó. Tehát Arab Liga nem hajlandó. Tehát én próbálok középen lenni, és ez nagyon nehéz. Múltkor írt valaki, az nagyon tetszett, hogy őszintén mondja meg, mennyi a fizetésem rubelbe az oroszoktól. Mire visszaírtam, hogy értse meg, annyira gyenge a rubel, hogy már rég dollárba a CIA-től kapom a fizetést, erre nem válaszolt, közben a rubel felment, át rosszat értem. Igen, az jutott az eszembe, hogy pont tegnap Putyin jelentette be egy gazdasági fórumon, hogy milyen erős a rubel, és hogy a GDP-ről is szó volt, hogy 200, igen, és valami sokkal magasabbat várta. Tehát, hogy most akkor egy kicsit aktualitásokról is beszéljünk, ezek alapján azért nem megy annyira rosszul az oroszoknak, mint ahogy azt várnánk. Több megjegyzésem van, igen és nem. Mi az egyik? Az egyik az, hogy a kőolaj földgáz ára az európai szankciós politika hülyeségei miatt az egekbe ment, tehát a rubel fölment, elképesztő magasságokba, oké. Kettő. Oroszország, amit nem tud eladni Európába, az pillanatok alatt eladja Ázsiába, Kínának, Indiának, stb. Három. A szankciós politikát kijátszák, a világon mindig kijátszották, de azért ez a szankciós politika hat. Tehát rengeteg dolgot be lehet hozni. A titkos szolgálaton harmadik országon egyében keresztül, de mindent nem. Negyedik. Ennek a szankciós politikának a vesztesét úgy hívják, hogy Európa. Ötödik. Azért a Putyin, amikor azt mondja, hogy 2,5%, akkor eszembe jut egyetemi statisztika óra első mondat, hogy a hazugságnak három forrása van, a sima hazugság, a hamis eskü és a statisztika. A Churchill azt mondta, hogy csak annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam. Ezek örök igazságok. Igen, vajon hányszoros a szorzó akkor? Tehát, hogy milyen lehet a helyzet, azt nem tudjuk. Na, és meddig jutottatok el a könyvben? Októberig. Az már messze van. Hol volt már? Egyébként azóta is sok fontos dolog történt, de összességében nem is a napi harctéri esemény ebben a fontos. Szerintem azért is mondtam azt, hogy végül is ez a könyv ez így ebben a formában most vállalható, mert az összefüggések meg látszanak. És pontosan, amit most a tanár úr elmondott, hogy ki van Ukrajnával, és ki van Oroszországgal, és ki az, aki meg hátradőlve figyeli, hogy mi történik. És a globális világrendnek az átalakulása szerintem nagyjából erről szól a könyv, hogy megkérdőjelezhetetlen evidenciák, miszerint a nyugat a legerősebb, a legmozdíthatatlanabb, az hogyan alakult át, és hogyan tett a nyugat is egyébként, meg hogyan hibázott a nyugat is abban, hogy eszkalált bizonyos ezek helyzetet. A tanulságok kijönnek a könyvből? Szerintem igen. Nincs kimondva. Én nem mondok ki semmit a könyvben, hanem azt rábízom a szakértőkre, akik egyébként időnként teljesen más világnézettel, szimpátiával rendelkeznek, de mégiscsak a konklúzió az viszont talán minden elemzésből hasonlóan jön ki. És mi az a konklúzió? Hogy megváltozott a világrend. Hogy azok a régi igazságok, amik működtek akár még 5 évvel ezelőtt is, azok most nem működnek, hogy a nyugat képes kézben tartani a világnak a biztonságát, hogy ezek megszűntek. Nyilván én nem vagyok biztonságpolitikai szakértő, tehát talán ezt a tanár úr jobban el is tudja mondani, de az, amit régen hittünk, hogy a mi világunk biztonságát az garantálja a NATO-n keresztül az Egyesült Államok, és hogy a kapitalizmus és a gazdaság erősödése az megakadályoz minden háborút, mintha ezek az igazságok most nem léteznének. Miben lehet kapaszkodni? Én a rendszerváltáskor kaptam életem első és utolsó ösztöndíját. Nekem mindig nagy volt a szám. És az egyik német parlamenti képviselővel, én nagyon sokat tanítottam a Német-Keleti Akadémián, összevitatkoztam, mert azt mondta, hogy ettől kezdve háború nem lesz, örök béke, stb. És mondtam, hogy ez csacsiság. És sajnos majd 30 háború folyik körülbelül a világon naponta. Tehát nagyon-nagyon érdekes. Másik, hát egy hónappal ezelőtt elkapott a nejem, és attól kezdve éjjel-nappal írok egy amerikai biztonságpolitikai könyvet. Ez jövő májusra fog kijönni.
Megpróbálok egy nagyon jó könyvet írni, hogy sikerül-e vagy sem, azt majd eldönti az olvasó. De hát olyan mondatokat mondanak amerikai vezetők, hogy Európa nem tudja azt a szerepet betölteni, amit betöltött. Zárójel az USA se. Új világrend van kialakulóba, és egy teljesen új helyzet. Tökéletesen lehet látni, hogy mi az amerikai stratégia, de azt is, hogy mi a kínai, mi az orosz. Én azt szeretem a útrahangba, hogy ezek jó kijönnek. Uh-huh. De akkor beszéljünk is erről egy kicsit részletesebben, hogy ebből az évből kiindulva, akkor mit mondhatunk, hogy hova halad a világ, milyen fajta új világrend bontakozik itt a szemünk előtt, mert hát valóban az van, hogy az ember olvassa a híreket, és nagyon nehéz kiigazodni. Ugye sokszor elmondtuk már azt itt a Hitrádióban is, hogy például ez az orosz-ukrán konfliktus, háború, ez valamennyire egy proxy háború, az Egyesült Államoknak a célja, hogy gyengítse Európát. A Kissingeri politika már rég megdőlt, tehát USA neki ment Kínának is, Oroszországnak is. Hogyan állunk most, és mi felé megyünk? Örök, hogy rám tetszett nézni. Hát nem is a Tamásra, erről az egy másik műsor. Nyugodtan kiegészítheted. Egy. A katasztrófa felé megyünk. Kettő. Én csak pontokba válaszolok, azt ha van kérdés szívesen. Én nagyon szerettem egy német négycsillagos tábornokot, általában német tábornokok rendkívül fölkészültek, őt úgy hívják, hogy Kuját, én találkoztam vele. A Kuját, aki a NATO európai főparancsnoka volt, azt mondta, hogy értsék meg, egy atomhatalom ellen nem lehet háborút viselni. Három. Megyünk befelé az eszkalációba. Egyszerű kikerestem műsorba Tamás, hogy egy Kahn nevű amerikai prof 1965-ben írt egy könyvet eszkaláció címmel. Az egyes pont, amikor csodálatos a helyzet, 44-es, ha jól emlékszem, a totális világháború. Hát én nem merem megmondani, hogy ebben a folyamatban hol tartunk, nem állunk jól. Tehát ma egyre többen számolnak azzal, hogy a feszültség nő, eszkalálódik, stb. A kérdés az, hogy meddig. Már azt mondta kb. 3 nappal ezelőtt Putyin, hogy átgondolják az orosz biztonságpolitikát, mert ha az USA első helyre tette, hogy elsőként alkalmazhat atomeszközt, akkor Oroszország is. Ez csodálatos, de ez újra azt jelenti, hogy a válság eszkalálódik, és nem kifelé megyünk. Tehát nagyon-nagyon sok negatív megjegyzés jön. Én készülve ma reggeli tévéműsorra kb. 40 pontot írtam ki, ami az elmúlt 24 órában Oroszország és Ukrajna közt történt. Ebbe pozitív pont gyakorlatilag nem létezik. Tehát azt látja az emberiség, hogy Európának nincs meg az a szerep, hogy befolyásolni tudja. A lett miniszterelnök azt mondta, hogy most ne legyen béketárgyalás, mert Ukrajnának hátrányos. Oké, holnap is hátrányos lesz. A Scholz egy békejavaslatot tett le az oroszok elé, oroszok nem hajlandók erről tárgyalni. Macron próbál közvetíteni, de Franciaország nem globális játékos. Tehát itt az ember azt látja, amit ön a bevezetőben mondott, hogy ez egy orosz-amerikai szembenállás. Nem mondjuk ki, mert elvileg ez egy orosz-ukrán háború. Oroszország agresszor volt, ki kell mondani. De előtte az ukránok leszámoltak az oroszokkal, rájuk gyújtottak épületet. Bocs, kijött most a új ukrán törvény a nemzeti kisebbségekről, de a valóságban semmi nem változott. Ugyanúgy elnyomják a magyarokat és a többieket, hogy eddig. De Európa erről nem hajlandó tárgyalni, mert a fővonalban, hogy Oroszországot nyomjuk vissza, nem fér bele. Kiegészítenéd? Talán annyival, hogy mi mindig Amerika és Európa szempontjából nézzük ezt a háborút, miközben a világ lakosságának a nagyobbik része az máshol él, és ha már Drábik János neve szóba került, akkor most pont volt nálam interjún, és szerintem abban nagyon igaza van, hogy azt mondja, hogy az a különbség az USA, illetve a globális délnek a gazdasága között, vagy tehát a nyugat és a kelet gazdasága között, hogy a nyugatnak a gazdasága az a pénzre, hitelre, kamatra épül, még a Kínának a gazdasága az egy termelő kapitalizmus, még ha kommunista ruhába is van bújtatva, és az pedig az iparra épül, a tényleges termelésre, és ha ez kiegészül az orosz nyersanyaggal, meg a öbölmenti országoknak a nyersanyagával és minden, akkor az, ha a kettőt szembeállítjuk, akkor teljesen mások a súlypontok. És a médián kultúrán keresztül oké, hogy a nyugat a saját narratívája szerint próbálja megértetni a világot, csak közben haladunk egy teljesen más valóság felé. És ugye azt mondtad, hogy katasztrófa felé haladunk,
és szerintem ez Európára és a nyugati világra vonatkozik, hogy ha nem vesszük azt észre, hogy vissza kell vennünk az arcunkból, és el kéne kezdeni reálpolitikával, és nem morálpolitikával foglalkozni, és szerintem az, hogy az egyénnek legyenek morális értékei, az nagyon fontos, de az, hogy a politikának legyen reál érzéke, amit én most abszolút, most ugye felsoroltad, hogy ki hogy áll ehhez a háborúhoz, én abszolút nem érzékelem azt, hogy itt bármifajta reálpolitika lenne. Ugye mondtad, hogy a Kissingeri politika megbukott, akkor még volt reálpolitika, de más is volt egyébként a történelmi helyzet. Igen, csak ezt nem értjük sokkal laikusak, hogy mi fog ebből kisülni. Tehát oké, hogy most Amerika valamennyire erősödik, Európa gyengül, azért Oroszország is valamennyire csak gyengül, biztosan gyengül. Kína erősödik. Kína erősödik, és akkor majd, akkor jön a Kína-USA konfliktus, vagy hogy? Persze, természetes. Elnézést. Boldog 2023-hoz mindenkinek. Jók a kilátás. Jó, hát gyakorlatilag Kínának van egy dilemmája. Mit foglaljak el, Szibériát vagy Tajvant? Ha Szibériát, szembe kerülök az oroszokkal, de most a stratégiai szövetségesem. Ha Tajvant, akkor szembe kerülök az USA-val, de a fű alatt rendezek mindent. Elnézést, amikor a Trump leült az észak-koreai diktátorral. Minden út előtt amerikaiak egyeztettek Pekingbe. Senki nem akart harmadik világháborút. Tehát ha Kína elfoglalja Tajvant, ami nem egy egyszerű játék, akkor egyeztetni fog előtte az Egyesült Államokkal, úgy, hogy ez soha nem fog kiderülni, vagy ki fog derülni 50-70-200 év múlva. Ez a reálpolitika. Két megjegyzés. Egy, nekem rendkívül tetszett Bismarck, mert ő reálpolitikát csinált. És van még egy ember, eddig német külügyminiszter volt, most német államfő, Frank-Walter Steinmeier, köszöntök, nagyon szépen kérem, mondok egy szót. Senki ne fordítsa le a saját nyelvére, csak alkalmazza. Ezt németül úgy hangzik, hogy reálpolitik. Nem is engedték be Ukrajnába. Majd újra meghívták, igen. Egyetlen egy gondolat ide, hogy azért azt látom, hogy Oroszország indította el ezt a hadműveletet, és mindig elmondjuk, hogy Oroszország agresszor. Igen. De azért a hadműveletek során azt is látom én, és lehet, hogy ebben nem is értünk egyet, hogy mintha az orosz hadvezetés azt igyekezne elkerülni, hogy totálba ütközzön a két villamos. Tehát vannak nyilván hadműveletek, amik veszteségekkel járnak, tehát de úgy nagy érted, látványos csat szerintem visszafogott. Visszafogják én így érzem. És például emlékezhetünk arra, amikor Nancy Pelosi Tajvanra látogatott, igen, és azt találgattuk, emlékszem, pont valami rendezvény voltunk ráadásul, hogy na akkor ebből mi lesz, hogy ott is a kínai fél gyakorolt nagyobb önmérsékletet, miközben ugye az amerikai házelnök ott egyébként Tajvanon volt, tehát hogy mintha a nyugat most abban a felfokozott érzelmi hangulatban lenne, vagy ott a Lengyelország területére becsapódó, igen, rakétának az időszaka. Amit máig amikor nem ismertek be, ugye, ha jól tudom, az ukránok, hogy nem, ők voltak. Nem, a mai napig, sőt, az ukránok a mai napig azt állítják hivatalosan, hogy rossz, csak hogy ők ott tényleg beleálltak volna, még jobban eszkalálták volna, még jobban a háborút, tehát nekem úgy tűnik, hogyha a nyugaton múlna, akkor most akkor az érzelmi, és nem a reálpolitikai, hanem az érzelmi túlfűtöttség, hogy még akár újabb és újabb fegyveres konfliktusok irányába vinnék. De az eszkaláció a célja például a Biden adminisztrációnak, mert ugye pont ebben az időközi választásos időszakban, mintha már úgy tűnt volna, hogy ilyen kis titkos tárgyalások elindultak volna a felek között, most meg mintha ez így teljesen megszakadt volna. Nehéz kérdésre te válaszolj. Jó, egy. Rengeteg tárgyalás folyik jelenleg az oroszok és amerikaiak között. Kettő. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elnöke és a Rosszatom vezérigazgatója találkozott. Három. A NATO Katonai Bizottság elnöke és a orosz vezérkarfőnök találkozott. Stratégiai fegyverzet korlátozásról orosz-amerikai tárgyalások folytak, most abban maradtak, majd folynak. Tehát rengeteg szinten folynak a tárgyalások, mert senki nem akar meghalni. Ez egy rendkívül fontos dolog. Biden. Hát az egész világ úgy számolt, hogy ő elveszti a félidős választásokat. Elnézést, nem vesztette el. Egyik házban van éppen új republikánus többség. Tehát megint az összes előrejelzés téves volt. Előrejelzések. Ez egy szörnyű nehéz dolog, mert 20-szor olvastam, hogy az oroszok holnap bevetik az atomfegyvert. Igen. Ráadásul akik leírták, ami engem irritál, a brit titkosszolgálat korábbi tábornokai, akik 15 éve nyugdíjasok. Semmiféle információjuk nincs, tehát amit mondanak, az a feszültséget szítja, de valós politikai súlyuk nincs. Nyilvánvaló volt, hogy nem vett be Oroszország taktikai atomfegyvert Ukrajnába,
15-től 20 négyzetkilométer elpusztít mindent. Mit ér el vele egy 1100 kilométeres hosszú front szakaszon? Tehát rengeteg a téves becslés, és ezek korábban tényleg szakértők voltak. Tehát én azt látom, hogy a világháborút mindenki el akarja kerülni, de az eszkalációba kőkeményen beleálltak, meglátjuk, hogy mi lesz. Uh-huh. Egyébként így a mostani téli karácsonyi időszakra vonatkozóan, hát pont most azt olvastam, hogy az oroszok azt mondták, hogy nem lesz tűzszünet karácsonykor, de akkor... Bocsi, az Zelenszkij pedig azt mondta, hogy ahogy oroszok kivonják a összes erőiket a négy területről és a Krimből, akkor lehet béke. Na most itt látszik, hogy a Palinak fogalma nincs a politikáról, tehát tényleg körülötte amerikai és brit tanácsadók mondják meg, hogy mit mondjon, de egy minimális fogalma lenne, akkor ekkora csacsiságot. De már az amerikai tanácsadók sem mondják azt neki, hogy figyelj, ácsi, azért át kéne itt gondolni dolgokat, és próbáljunk már a tűzszünet irányába elmozdulni. Ők akkor fogják ezt mondani, ha ők Washingtonból ilyen utasítást kapnak. És mikor kaphatnak? Miért nem kapnak? Egyeztessük az órákat. Hát a válasz az, hogy nyilván addig megy előre az USA, amíg úgy érzi, hogy Oroszországot gyengíti. Ma úgy érzi, hogy a konfliktus Oroszországot is gyengíti. Bocsi, ha én amerikai elnök lennék, nem vagyok. Ugyanezt csinálnám, hát Európát gyöngítik, hát Európát kiütötték. Én majd megőrültem itt, amíg vártam a műsorra, néztem, hogy a von der Leyen mit mondott. Kéri az európai tőkét, hogy itt ruházom benne az USA-ba. Bocs, kiteremtett olyan feltételeket, hogy az európai tőke megy át az USA-ba. Ő. Kiteremtette meg, hogy a gázára az egekbe ment. Meg kinek ő. A családja ment az USA-ba pénzt keresni. Szóval ezek nagyon-nagyon nehéz dolgok. Igen. Igen, és ha már Európát említette, ugye a 9. szankciós csomagon is dolgoznak, tehát úgy tűnik, hogy nem nagyon szállnak le a szankciós vonatról, és továbbra is ezeket erősítik, holott ugye azt látjuk, hogy Európa nyugi az energiaválságot, Oroszországnál meg ki tudja, hogy mi a helyzet, meddig lehet ezt még így erőltetni, húzni. Hát a válasz az, hogyha megnézem, Európa szegényedik, egyre több olyan ember van. Én azon döbbentem meg, hogy kb. 5 napja jött ki egy olyan német statisztika, hogy a németek 54%-a a megemelt számlákat nem tudja kifizetni. Az olaszok, spanyolok elégetik a számlákat. Nagy-Britániába kihozták, hogy a gyerekszegénység több mint 10%. Tehát nagyon nagy ára van ennek az orosz-ukrán, vagy nevezzük orosz-amerikai összecsapásnak. Nyilván Oroszországba is, onnan nem fognak adatok kijönni, mert... ez egy zárt társadalom. De szörnyű árat fizet Európa azért, a Zelenszkij pedig követel. Én tegnap este olvastam, hogy most kér 1300 harckocsit, hogy tudjon támadni. Bocs, 1300 harckocsival ő Európa legnagyobb fegyveres ereje lenne. Mit mondott most a Podolyáka elnökhivatal vezetője pár napja? Ha véget ér a háború, mi leszünk Európa legerősebb hadserege? Bocsi, fordítsuk magyarra, mit jelent ez? Nem akarom lefordítani. Kiket fog veszélyeztetni Ukrajna? Bielorusz első körbe is utána? Pont. Ugye ez nagy kérdés, hogy a sok-sok nyugati fegyver, amit odaadnak, annak mi lesz például a jövőbeli sorsa? Egy részét már ellopták. A finnek bejelentették, hogy átadott fegyverek egy része belga fekete piacon előjött. Múlt héten a nigériai államfő mondta, hogy Ukrajnából fegyverek jöttek. Közel-kelet, közép-kelet, Észak-Afrika kaphatók a amerikai fegyverek. Tehát, na most... ha ezt elmondja az ember, akkor rögtön azt mondják, hogy orosz barát. Igen. Nem. Csak mind a két fél csallop és hazudik, és rendkívül korrupt. A hivatalos ENSZ adatok szerint Ukrajna világ 122. legkorruptabb állama. Oroszország ennél is korruptabb, csak Ukrajna éppen most európai pénzt lop el, Oroszország pedig a saját költségvetéséből lop. Ukrajnára, illetve az ukrán emberek helyzetére visszatérve, ugye arról is napi szinten hallunk híreket, olvassuk, hogy ugye az orosz rakéták az energetikai infrastruktúrát pusztítják, emiatt nem is tudom, 18-20 millió ukrán van áram, fűtés, víz nélkül. Itt is adódik a kérdés, hogy vajon az ukrán emberek ezt meddig bírják, meddig tűrik, és vajon eljöhet-e az a pont, amikor már ők helyeznek esetleg nyomást a vezetésre, hogy fú, itt most már valami megoldás szülessen, mert nem bírjuk tovább. Válaszom az, hogy egy személy diktatúra van. Hát a Zelenszkij végeztetett most két hete egy fölmérés, hogy a ukrán lakosság támogatja a háborút. 86% támogatta. Aki nem azt mondta, aznak vége van. 350 ortodox templomba bementek. Közölték, hogy találtak nagy mennyiségű pénzt. Megnéztem, hogy mennyit találtak, nem akarom bemondani, nevetséges összeget. Találtak orosz barát propagandát. Letartóztattak, elnézést vesz, 24 órás hír, egy orosz barát papot, és ki akarják cserélni az oroszokkal egy amerikai fogolyért. Tehát olyan dolgok jönnek ki naponta, hogy az ember a fejét kapkodja, hogy ennyire
Csacsi, nem akarok durvább szót mondani, politikát nem nagyon lehet látni. Egyébként, hogyha a Zelenszkij szemszögéből nézzük, akkor mi lenne az ő érdeke, vagy mi lenne a bölcs, úgymond a nemzete érdeke szempontjából? Mert az, nyilván nem mondhatja azt, hogy vigyétek az orosz területeket. Tegnap elvették Zelenszkij luxus villáját a Krímbe, nem jött le még a magyar sajtóba. Van egy luxus villája Toszkánából, tehát ezeket ő a színészi fizetéséből vette. Általában Tel Avivban is vásárol ingatlanokat. Hát, mert spórol. Én kiszámoltam, hogy a toszkánai házak 200 évi nettó bruttó fizetése volt, de akkor 200 évig nem evett, nem ivott, nem ruházkodott, stb. Tehát ugyanúgy lop, mint bárki más, még egyszer semmivel nem jobb, mint a többiek. Ő nyilván életbe akar maradni, és nemzeti hősként akar bemenni a történelembe. Én nagyon nagyos leszek. Én néhány színész karrierét láttam. Egyik rosszabb volt, mint a másik. Nem alkalmasak politikára, nem erre képezték ki őket. Pont. De én nem akarok belemenni, mert Magyarországon is ünnepeljük Ronald Reagan-t. Én minden anyagát elolvastam. Rendkívül csacsi volt, szegény, de jó szándékú, stb. Tehát alatta omlott össze a Szovjetunió. Oké, tehát róla ne menjünk bele. Történelem adott szituációban megemelte őt. Neked van erre egyébként tipped, hogy egy bölcs, józan, reálpolitikusként mi lenne a járható út a béke érdekében? Én nagyon kicsivel messzebbről indítanék, hogy jött a Covid, amiről a virológusok benne is vannak, akkor azt nyilatkozták, hogy biztos, hogy nem mesterségesen szabadult el, tehát az teljesen kizárható. Azóta már ugye a CIA is jelentette, hogy mégsem lehet annyira kizárni, de ugye tehát az emberiséget nem kérdezték meg arról, hogy szeretnének-e bezárva lenni, meg vírussal, meg ilyenek, ez ugye az emberiség feje fölött dőlt el. Jött az orosz-ukrán háború, ami megint olyan, hogy azért nem igazán konzultáltak az európaiakkal, hogy szeretnék-e, hogy a szomszédjukban háború legyen. Az orosz néppel sem konzultált Putyin, hogy megtámadják-e Ukrajnát, és az ukránokkal se tárgyalt Zelenszkij arról, hogy ez így legyen semmilyen formában. És hogy igazából minden a fejünk fölött dől el, nyilván figyeljük meg, elemezzük, de hát minden így dől el. Igen. És én azért kicsit úgy érzem, hogy sok esetben a politikusok feje fölött is dől el. Tehát, hogy valójában mindenki bábú ebben a történetben, és valahogy reagál a körülményekre, amit egyébként a kicsit magunk ellen is beszélve nagyon nagy problémának tartok, hogy már nem is politizálnak, hanem kommunikálnak. És fontosabb a kommunikáció, mint a politika. És a háború is erről szól, hogy Igen. Azt nézik, hogy lehet olyan képet hozni, meg olyan nyilatkozatot tenni, amire több lájkot kap. Te láttad az új Netflix interjút Zelenszkijvel? Na hát annak az abszolút ebbe illik, amit te mondasz, hogy a kommunikációs háborút meg kell nyerni. Csak közben jó lenne politizálni is. Hát amit Brüsszel csinál, hogy a szankciók is valójában jól mutatnak egy kommunikációs közleményben, de azt végrehajtják, hát az rosszabb, mint majdnem azt mondtam, hogy mint egy baloldali kormányprogram, de ugye belpolitikával nem foglalkozunk, úgyhogy én szoktam nagyon csúnyán fogalmazni, ígérem, több csúnya megjegyzésem nem lesz. Azt mondta rengeteg politikus, hogy a brüsszeli szankció olyan, mintha lából lőnénk magunkat. Én azt mondtam, picit följebb lőttük magunkat, de nem akarok ebbe belemenni. Egy megjegyzés. Megy Nixon első amerikai elnökként Pekingbe. Mi a fő probléma? A tévéből kit viszek magammal, mert a tévé közvetítse, mert akkor újra megválasztanak. Hogy mit mondok ott, az másodlagos. Hihetetlen érdekes. Tehát a világ, amióta tévé van, így működik. Nagyon érdekes, a legismertebb újságírók töredékét viszik magukkal, mert a újság később jelenik meg kevesen, de a tévé a híradóban benne lenni. És mióta közösségi média van, ugye ott még legalább azt át lehetett gondolni, hogy az esti híradóban mit mondunk, de ez most minden másodpercre ki van találva, és túl is van pörgetve. Igen. Igen, és ezért is nehéz kiigazodni a világ eseményei közepette. Mik a kilátások? Egy picit még akkor arról pár mondatot beszéljünk. Például az orosz-ukrán háború kapcsán szintén friss hír, hogy az ukrán oldalról azt nyilatkozták, hogy Oroszország egy nagyobb volumenű támadásra készülhet, akár már januárban az évelején, de lehet, hogy tavaszig elhúzzák, tehát egy nagyobb offenzívára számítanak. Még ez a részleges mozgósítás állítólag folyamatban van. Szóval orosz oldalról akkor most mi lehet a következő célpont, mire készülhetnek az oroszok? Ezt a nyilatkozatot a Kuleba ukrán külügyminiszter tette. 2. Mivel mindkét oldal elnézést pofátlanul hazudik, ő ezt nyilván azért tette, hogy újabb nyugati pénzek és fegyverek jöjjenek be. 3. Nyilván az oroszok a rendelkezésre álló katonai erő töredékét vetették be. Következő.
Azt mondta Stoltenberg, hogy ezt a háborút Oroszország nem nyerheti meg. Én másnap bemondtam a tévében, hogy igaza van, de Ukrajna se. Tehát itt egy kompromisszum kellene, a kompromisszumnak jelenleg a feltételei nem adódtak. Szintén a Stoltenberg mondta tegnap, hogy jelenleg a béke kizárt. Sajnos ebbe egyetértek vele, sajnos tényleg minimális az esélye most a békének, aki ilyen javaslattal jön elő, azt lesöprik. Mind a két fél bízik abba, hogy új helyzet lesz. Mit mondtak a oroszok? Most a republikánusok nyernek, és Biden meggyengül, nem következett be, semmi baj, mondták, két év múlva jön új elnök. Egy, nem biztos, hogy új elnök lesz, kettő, lehet, hogy ők kibírják a két évet, de Európa nem bírja ki a két évet. Tehát szörnyű nehéz jövőkép elé nézünk. Az én válaszom az, hogy az igazi katasztrófát kerüljük el, a többit valahogy megússzuk. A harmadik világháborúra gondol, mint igazi katasztrófa? Hát egyre több elemző számol ezzel, én remélem, hogy ez nem jön be. Egy harmadik világháborút Európában, a Észak-Amerikában és Ázsia meghatározott részein nem lehet túlélni. Bele lehet menni, hogy kiél fél órát, másfél órát. Két idézetem, hogy lehet mindig elmondom, az egyik a Willy Brandt, én nagyon-nagyon szeretem, azt mondta, hogy a harmadik világháborúban, aki először lő, másodszor hal meg. Az Einstein pedig azt mondta, hogy nem tudom, mikor, mivel vívják meg a harmadik világháborút, de ennéliket kőbaltával. Egyetértek. Hát reméljük, hogy azért ez ennél több esze van a világvezetőinek, hogy idáig fajuljon a helyzet. Emlékszem, én még 2022 évelején azért volt bennünk egy kis optimizmus, legalábbis bennem, megmondom őszintén, hogy ó, most már csak vége lesz a Covid-nak, hát ha jön egy nyugodt évünk, aztán ugye kitört február végén a háború, és gyakorlatilag, ahogy említettük is már többször, az egész év erről szólt. 2023-ra hát mit satszoltok? Tudom, hogy nem vagytok proféták, nem vagytok jósok, de hogy esetleg lehet-e egy nyugodtabb évünk, vagy akár emiatt a háború miatt is itt évekig elhúzódnak a konfliktusok? Kérdően néznek egymásra. Szerintem annyira gyorsan változik minden, hogy amit ma mondunk, az lehet, hogy mire felkerül a YouTube-ra, már teljesen megváltozik. Senki nem mer itt prognózisokba bocsátkozni. Én is azt érzékelem, ami most egyébként elhangzott, hogy még vannak olyan érdekkörök, akik húzzák ezt a háborút. Azért Amerika szempontjából nézve lesz egy teljesen lenullázott, vagy mínuszba taszított Európa, elvileg egy meggyengített Oroszország, azért valamennyire biztos, hogy haderőfejlesztés szempontjából gyengül Oroszország. Nem feltétlenül olyan rossz az Amerikának. Kínának sem. Majd jönnek hitelek, jönnek ide különböző befektetők, akik akkor nagyon kedvező módon kapnak termőföldet, ami fontos. Amit egyébként a törvények tiltanak, de megoldják. Senkit nem érdekel. Persze. Mint ahogy ez Ukrajna esetében eddig is megold. Szóval én ezt tartom nagyon szomorúnak, amit az előbb is mondtam, hogy a fejünk fölött hoznak érdekek alapján ilyen döntéseket, és emiatt nehéz látni. Azért de ez érzés, és nem a tények alapján, hanem a vágyvezérelt gondolkozásom alapján. Bennem van egy kis optimizmus is, hogy azért az embereket a végsőkig kikészíteni szerintem nem lehet. Én is ebben bízom és egyébként. Hogy jó lenne, ha, de ez inkább mondom a vágyam, meg ezért imádkozok, hogy értsé meg azt a világnak a vezetése, hogy nem lehet kizsigerelni teljesen az embereket, mert abból azért, hogyha tömegtüntetések, polgárháborúk ilyenek alakulnak ki, az is óriási káoszt okozhat. Szóval bennem itt van némi remény meg optimizmus, hogy egyszer csak azt mondják, hogy jó, most már itt volt a Covid, itt volt a háború, egy kicsit hagyjuk őket élni. Igen. Tanár úr? Sajnos egyetértek. Szörnyű nehéz a helyzet. Én nézem azt, hogy mennyi tüntetés van mondjuk az Európában, tehát eljön az a pont, amikor az európai lakosság azt mondja, hogy köszönjük, nem kérünk, de ez nagyon nehéz. Hát egy megjegyzés, most volt egy puccskísérlet Németországban. Most azt, hogy ezek mennyire fölkészültek, hagyjuk a fölkészületnek, hogy a vezetőjük egy 71 éves arisztokrata volt, hagyjuk. Nyilván nincs képessége arra, hogy kancellár legyen. De a német társadalom kezd ott tartani, hogy elég volt. És a nyugat-európai társadalom is, tehát amit a Tamás mond, abba igaza van. Hozzáteszem, hogy sajnos. Végezetül akkor kinek javaslod ezt a könyvet? Mazoistáknak, akik karácsonykor is háborús híreket akarnak olvasni?
Hát nekem nem maradt a videóállványom az autóban a közönség találkozó után, úgyhogy 6 könyvet összestócoltam, és állványként használtam, így aztán erre is nagyon jó akkor így bárkinek. Még annak idején, amikor újságíró voltam, akkor jött olyan üzenet, hogy volt egy hetilap, ingyenes hetilap, és hogy egyszer valami ünnep miatt nem ment a postaládába, és írták, hogy nagyon fel vannak háborúdva, mert mindig ezt tették a papagáj alá. De nem erre szánjátok. Szóval nem, szerintem mindenkinek, akit érdekel az, hogy milyen világban élünk, szerintem egy könnyen fogyasztható, gyorsan elolvasható könyv, és ugye mondják, hogy minek olvassuk el, hogyha az ultrahangban úgyis meghallgattuk, azért jóval több ez a könyv, mint az ultrahang adásai. Meg olyan jól összefoglalja az egészet szerintem, meg a lényeglátásunkat erősíti. Reméljük, hogy így van. Legalábbis az első 50 oldalból én ezt a következtetést tudtam levonni. Hát a többit meg nem kell elolvasni. De folytatom a karácsonyfa alatt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönjük, és viszont kívánjuk.